Szeretettel köszöntök mindenkit, és az a természetes kutató laboratórium, ami Budapesten a lábunk alatt van, úgy hívják, hogy Budai Termálvas, és az itt található termálvizekkel, illetve barlangokkal fogok itt az előadásban nagyon röviden foglalkozni. Ha szabad azzal a közhelyen kezdenem, hogy Budapesti termálvizek és a termálfürdők fővárosa, akkor illusztrációként szeretném csak ezt a kis ábrát megmutatni, a Budapest Gyógyfürdési Hírvizei ZRT ábráját, ami nagyon jól illusztrálja, hogy a fővárosunk mennyire gazdag termálfürdőkben, illetve termálvizekben. Azonban, amikor ugye ezek a termálfürdőkbe, élményfürdőkbe látogatunk, akkor igazából nem sok mindent látunk a medencében található vizen kívül, és ezen a környezetben nem látunk termálforrásokat, hévforrásokat, és manapság alapvetően javarészt csak is kutatás lehet el ezeket a fürdőket termálvízzel. De ez nem volt mindig így. Most a kép ajánló, a vetítés ajánló nem marad az, hogy ez a metszet az 1860-as években készült, és a rózsadokot mutatja be valójában a Duna oldaláról ránézve. És itt jól látható az, hogy ez a terület forrásokban, illetve vízben nagyon gazdag terület volt. Bővízű források fogadtak nagyon sokféle hőmérsékletet. Egyes korabeli források azt is írják, hogy a Duna parton tojást lehetett főzni, és valóban így van. Itt 60 fokos források is gyakoriak voltak közvetlenül a Duna mentén. Bővízűek voltak ezek a források, ezt jól illusztrálja az, hogy itt lőpormalmok volt, gabonátörbőmalmok voltak itt ezen a területen. Tehát tényleg természetes állapotban is ez a vidék, ez forrásokban nagyon gazdag vidék volt. És mi az, amit ugye ma látunk ebből, aki ismerős a második kerületben a Frankelleon úton, az talán felismerje ezt az épületet, ez az irgalmas rendi kórháznak az épület, és a Frankelleon út, az körülbelül így hozódik, tehát egy pár szomsodek két épület között. És hát ma is látható ez az épület, ugye 150 év után az épület még mindig áll, felismerhető, akár itt ezen a képen is ott a bal felső sarokban. Viszont ebből a természetes állapotból, vízbeli gazdaságból ezen a területen alapvetően semmi nem maradt, tehát szinte semmit nem látunk. A figyelmes sétálók a Frankelleon úton láthatók egy vízidövényekkel szép gazdagon belőtt kis tavat, ez a Malontó, amely egy mesterséges tó, de nagyon kevesen tudják, hogy ezt a Malontavat egy forrás táplálja, amely itt a török fürdőre hasonlító, de nem török eredetű népgőz fürdő lábánál fakad. Ezt úgy hívják, hogy Bolti forrás, mégpedig a föld elhelyezkedő Boltiból, és hogyha a jól kivehető ezen a képen, és a vízinövényzet éppen nem takarja el, aki erre a telepre bejut, az jól láthatja itt a Bolti alatt, hogy egy hasadékból törelő a víz, körülbelül 24-25 fokos víz, és táplálja ezt a mesterséges tavat, és a mesterséges tóból egy direkt csatorna vezet a Dunával, és oda folyik ennek a forrásnak a vize. Talán még kevesebben tudják azt, hogy itt emögött a forrás mögött található Magyarország egyik legnagyobb aktív vizes barlang, ez a Molnár János barlang, szerintem sajtóban nagyon sok hír volt már róla az utóbbi időben is. Ez a barlang ma már több mint 7 km hosszan ismert, a legmélyebb járatok a víz alá, akár 100 méter mélységbe is lenyúlnak. Nagyon kevés olyan barlang terület, a barlang járat, ami vízfeszül fölött helyezkedik el. Tehát javarészt ezt a barlangot kuvárok utatják, tudják megtekinteni. Ez a Rózsadomb környéke, de nem csak a Rózsadombon volt ilyen vízbeli gazdagság Budapest területén a természetes állapotokban, hanem például a Gellért-hegy környékén is, hiszen ott is nyilvánvalóan mondjuk a fürdőkből lehet tudni, hogy ott is valószínűleg nagyon gazdag termálvíz előfordulás lehetett, hiszen ott török fürdők is vannak, ugye a Rácz fürdő helyén, a Budas fürdő helyén is találhatunk még ma is török fürdő épületeket, amelyek megmaradtak, de ugye ott található a Gellért fürdő is, tehát ez is utal arra, hogy ez a terület is termálvizekben nagyon gazdag terület. És hogyha a Rudas fürdő és a Gellért-hegy lába között sétálunk, akkor a sziklafalon, bocsánat, ezeket a kis táblákat láthatjuk, nagyon szép számú tábla található,
Rudasfürdő, Rákóczi fejedelem forrás, Csipor, Rudasfürdő, Kinizsi forrás, Rudasfürdő, Görög forrás, stb. Tehát nagyon sok ilyen kis tábla található a hegy oldalában, viszont nem látunk semmit. Tehát ez a tábla, hogy arról is tudjuk, hogy itt van valami, de nem látjuk. És azért nem látjuk, mert ezek a források néhány méterrel a hegy belsejében, a hegy gyomrában található, illetve az útes szintje alatt. Ezeket a forrásokat akkor találták, akkor foglalták, illetve akkor fedezték fel, amikor ezt a területet megépítették, a rakpartot megépítették, rendezték. Itt található tehát ezen a területen például a török forrás, amely nem más, mint ilyen kicsi, picike kis forrás barlang, de ugyanígy a Mátyás forrás is, amely szintén inkább ilyen kicsit hosszúkás hasadék barlangnak nevezhető, és általában ezek a forrás barlangok részben vizet telítettek. Ezen a környéken, a Gellért felé haladva találhatjuk a Gellért hegy környékének egyetlen természetes forrását, illetve találhatjuk, illetve találják a kutatók, mert kevesen tudják azt, hogy ott azon a ponton, ahol a Szabadsághídra kanyarodik föl a villamos, az alatt található néhány méterrel az útes szintje alatt egy nagyjából 10-12 méter magas, nagyon szép volt híves forrásmedence, amiben régen számos ilyen forrás feltörést foglaltak ezen a területen, és ez a forrásmedence, ami itt található, egy alagúton keresztül közelíthető meg a Gellért fürdő alsó szintjeiről, és ennek az alagútnak a szellőző nyílása, ez a hirdető oszlopit, aki figyelmesen jár itt télen, amikor elég hideg van, akkor láthatja ezt, hogy ez a hirdető oszlop gőzöl, ennek pedig az az oka, hogy az innen föláramló meleg levegő, páramos levegő az ezen a nyíláson távozik alapvetően ebből a teremből. Itt ezek a források nem annyira melegek, eredeti állapotokban sem voltak annyira melegek, mint a Rózsadom lábánál, itt maximum 40 fokos hüzeken találunk ezen a környéken. Ma azonban ezt az ős forrásnak nevezett forrást nem használja a Gellért fürdő, tehát effektíve ez is egy csatornán keresztül a Dunába távozik ennek a vize. A Gellért fürdőt, illetve mégis az összes fürdőt ezen a környéken, ugyanúgy a Rózsadom esetében is utakkal látják el, ezeknek mind igényi oka volt, hiszen a források azok a nagyon könnyen elszennyeződnek, és éppen utakkal próbálták ezt kivédeni. A kerétfülő előre látható ezen az ábrán, itt szintén felismerhet ugye a Szent Iván barlang, vagy Szigakápolna, vagy a közismertebb nevén. Ez a Kellért-fürdő elődjének tekintető sáros fürdő, amely nevét onnan kapta, hogy a Kellért-fürdő környéki vizek oldatanyagban nagyon gazdagok, és amikor a forrás a felszínre ér, elég van belőle a vízből a szén-dioxid tartalom, és kiválik a kalcium hordalát, hogy ugye mi vízkőt nevezünk el, vízkőként ismerik, és ez egy nagyon finom szemcse, méretű, finom iszapként rakodott el a fürdőnek a medencébe, és mindenhol, ahol ezzel a vízzel találkoztak az emberek, és ezért nevezték ezt a miatt, a mézisszap miatt sáros fürdőnek. Budapest azonban nem csak a termálvizeknek, a termálvizeknek a fővárosa, hanem a barlangoknak a fővárosa is. Ha a Rózsadom terület, a Rózsadom 5-7 km-es területét nézzük, akkor ezen a területen több mint 60 barlang is, mert már jóval több mint 30 km összhosszal, tehát barlangokban igen gazdag terület, felvétenek meg például a Pálvölgyi barlangot, ez biztos ismerős. Itt ez a, itt található ez a Pálvölgyi barlang, de ezt a területen lévő barlangokat, a utóbbi évek barlangkutatásai összekültötték, tehát megtalálták közöttük az összekültetéseket. A legutóbbit szerintem a hírekből lehet, hogy emlékeztek is rá, 2011. decemberében találták meg, és az így összekötött barlangok összhossza 28,6 km, amely Magyarország leghosszabb barlangrendszerét képviseli itt az itt található barlangok sokasága, amelyet valószínűleg a szépművű barlangrendszerként fognak elnevezni, és eltűnnek ezek a külön barlangnevek, a Pálvölgyi barlang, a Mátyásnyi barlang. A következő példa, található a József-hegyen, a József-hegyi barlang, ez turista
ember számára nem látható, maximum speciális barnakúrák jönnek ebbe a barlangba, mert ez X ásványairól, nagyon különleges X ásványairól híres ez a barlang, X ásványai kalcium szulfát, és ez nagyon-nagyon speciális formákban és nagy mennyiségben található ebben a barlangban. Jól ismert szerintem a Szemlőhegyi barlang, nem csak azért, mert látogatható, hanem azért, mert itt barlangterápia is van ebben a barlangban. Ezek a barlangok ugye a száraz barlangok, amár ezekben nincsen víz, nincsen folyóvíz, mert egység kiemelkedése miatt ezek szárazra kerültek és elvették a karsztvíz szintnek a zónáját. Ugye megint visszatérek a Molnár János barlanghoz, ezeknek a kis testvére, ezeknek a barlangoknak a kis testvére a Molnár János barlang, ami jelenleg a karsztvíz szinten található, javarésze a víz szint alatt, ahogy mondtam, általában Bumárok szolgáltatnak innen szenzációs felvételeket, hiszen ők tudják ezt a barlangot látogatni, illetve felvállásokat most is folynak. És ez a barlang ma is aktívan képződik, néhány terve van, amely igazából a vízfeszít alatt felett helyezkedik el, tehát levegősben is látogatható, illetve be lehet oda menni. Reméljük, hogy valamikor a közeljövőben ezt a tervet is meg tudják majd nyitni. A látogatók szám, és akkor legalább ezt a tervet meg lehet tekinteni a Molnár János barlangban. A Gellérhegyen is vannak barlangjaink, ha bár ezek sokkal kisebb barlangok dimenziókat tekintve, lehet, hogy sokkal barlangokat szintén hírek tudtad el a barlangról, amelyet házépítés közben találhattak a Gellérhegy tetején, illetve hát nagyon sok kis forrás barlang található, hogy már a bevezetőben is említettem a Gellérhegy lábánál, közvetlenül a karsztvíz szinten. Nem állunk ez szerintem nagy okot, hogyha azt mondom, hogy ezek a barlangok, illetve a termálvizek szoros kapcsolatban állnak egymással, hiszen ezeket a barlangokat az itt felszínre törő termálvíz, illetve annak oldott anyagtartalma, oldott gáztartalma hozza létre. Ez a terület emiatt nem az úgynevezett klasszikus karszt területekhez tartozik, hanem úgynevezett hipogén karszt, mert a hipogén szó magában hordozza azt, hogy itt a alulról fölfelé áramló vizek azok, amelyek ezeket a barlangüregeket, illetve ásvány kiválásokat itt a területen létrehozzák. Ugye klasszikus karszt terület esetében, mint az aktelegi karsztnál, ott a beszivárgó csapadékvíz, amely összegyűjti a levegő, illetve a talajszén-dioxid tartalmát, az felelős a mészkő oldódásáért. Jelen esetben mindenféle mélységi gázok azok, amelyek elősegítik azt, hogy barlangüregek alakuljanak ki karbonátos közvetekben, mint például a kénhidrogén, amely egy később állapulva erőteljesebb, de mélységi eredetű szén-dioxid is létezik, amely ezen a területen szintén hozzájárul a barlangképződéshez, illetve a különböző eredetű összetételű vizeknek a keveredése okoz még korróziót és oldja a karbonátos közveteket. Ezek a barlangok formakincse, ezeknek a barlangoknak a formakincse is eltér a klasszikus hidegvizes barlangokétól. Nagyon gyakorik a gömbfülkék, gömbüstök a területen, és a egyébként nagyon közönséges ásványok, mint például a kalcit, ami kalcitkarbonát, illetve a gipszkalcit szulfát, azok számos hihetetlen megjelenésben találhatók ezekben a barlangokban, csak illusztrációként tettem be ezt a pompon kalcitot, ezt a szemű fogalmakban, hogyha látogatást tesznek, akkor látható, és ez a Józsefhegyi barlang óriási gipszőrei, amelyek ezen a fotón látható. Anélkül, hogy ebbe az ábrába részleteivel belemennék, Budapest helyzetét próbálom ezzel az ábrával illusztrálni, tehát hogy itt azok a vizek kerülnek ismét a felszínre, amelyek a beszivárgástól indulva hosszú felszínalat jutat tettek meg, ezen utat oldott anyagban, oldott gázokban gazdagodtak, minél mélyebben hatoltak, annál nagyobb hőmérsékletet tettek szert, és ilyen topográfiai mélypontokban, mint például ilyen főfolyóvölgy, mint például a Dunavölgy, jönnek ezek a áramlási, különböző rendű áramlási rendszerek, felszínalati áramlási rendszerek újra a felszínre, és ezért különleges effektíve Budapestnek a helyzete ilyen szempontból, mert nagyon sokféle víz kerül újra a felszínre, ha bár csak egy természetes állapotokat már kevésbé látunk, de nagyon sokféle jelenségért felelős ezen a területen, hiszen nagyjából ami alattra van alapegység, az mészkő, tehát karbonát, és ezért nagyon sok oldódási jelenséget hoznak létre ezekben csak a vizekben, nagyon sok ásványkiváltás kapcsolódik még ezek
vizekhez. Hiába olyan kis terület a Rózsadom, illetve a Gellértek közötti távolság, tehát kis távolság is egymáshoz közel vannak, azért a vizek nagyon különbözőek, és az elmúlt évek során végzett kutatásaink eredményezték, hogy ezeket a modelleket megállapítottuk, illetve megvizsgáltuk ezeket a vizeket, és ezek alapján jelenthető ki, hogy a Rózsadom esetében alapvetően kétfajta víz van, vannak a langyos vizek, ilyen 20-20 fokos vizek, illetve vannak a gépvizek, amelyek a 60 fok feletti hőmérsékletet is elérik, és ezek a keveredése okozza azoknak a nagy szép barlangjáratoknak a kialakulását, mint például a Molnár János barlang esetében, amit látunk. Ezzel szemben a Gellérthegy esetében teljesen más vizekről van szó sokan, illetve nagyon sokan azt gondolták, hogy ezek a vizek nagyjából 40 fokosak, tehát hogy összekeverik a 60, meg a 40 fok, vagy a 20 fokos vizet, mint a Rózsadomnál van, akkor kijön a 40 fok, és akkor ezek is keverékvizek. Az utóbbi évek kutatásai során sikerült azt megállapítanunk, hogy itt a Gellértegy esetében csak egyfajta víz van, 40 fokos víz sokkal nagyobb oldott anyagtartalmú víz, ezen az ábrán is látható, az összoldott anyagtartalom van az X-frontengelyen, az a hőmérséklet az X-tengelyen, a kékkel jelölt kör az a Gellértegy víz, egy jól látható a piros rózsadomi vizekkel szemben, hogy ezek alacsonyabb hőmérsékletűek és sokkal nagyobb oldott anyag tartalmakban. És ennek a következménye, hogy a Gellértegy esetében a keveredési korrózió, tehát ennek a kétfajta víznek a keveredése nem okozhatja a barlang kialakulását, nem lehet felelős barlangképződésű folyamat, úgyhogy a Gellértegy esetében még keresnünk kell azt a barlangképződési tényezőt, ami az itt található kicsi barlang kialakulásáért felelős. És ez, hogy különbség van a vizekben, ez jól látható a barlangok morfológiájában is. Itt a barlangok járatrendszerének térképét láthatjuk, ez pontosan a Molnár János barlangnak a felülnézeti térképe, illetve egy keresztmetszet, de látható, hogy labirintusszerű járatrendszer jellemzés, ahogy mondtam, itt nagyjából több mint 2 kilométeres járathosszról, összhosszról beszélhetünk. Ezzel ellentétben a Gellértegy esetében néhány méteres, szinte lencsőszerű, bizonyos szinthez kapcsolódó üregekkel találkozunk, ez a Citadella barlangnak a pencete. Ami különleges ezekben a barlangokban, hogy nagyon sok helyezet nem is voltak ismertek. Ahogy már a Gellértegyi forrásoknál beszéltem róla, az útépítésnél találták meg ezeket a forrásbarlangokat. A Rózsadomb esetében is nem voltak ismertek a barlangokat, addig amíg ezt a területet be nem építették. Kőfejtők nyitása során, házalapozásnál, pénzeépítésnél lupattak bele igazából ezek a barlangokba, és tárták fel a barlangokat, ezeket a barlangokat. És a Rózsadomb barlang, amit mondtam, tényleg egy barlangban nagyon gazdag terület található, és ez ma is gyakori, hogy barlangjáratokat találnak házalapozásnál. Ahogy már említettem korábban is, mert a képek illusztrálták, vannak száraz barlangok, és vannak olyan barlangok, amelyek részben telítettek vízzel, például száraz barlang, Szemőhegyi barlang, de vízzel részben telített, hogy a Molnár János barlang, a Rózsadomban, vagy a Mátyás forrás barlangja a Gellérthegyen. De fölmerül a kérdés, fölmerülhet a kérdés, hogy vajon ezek a barlangok, részben vízzel teli barlangok, vajon jelenleg is képződnek, tehát a barlangképződés ma is egy aktív folyamat, vagy a vizek alapvetően csak használják ezeket már a korábban kialakult járatokat. Ennek a vizsgálatára egy nagyon egyszerű kis oldódási kísérletet hajtottam végre a doktori munkám során. Olyan kőzetszeleteket helyeztem a barlangot kitöltő vízbe, amelyek a barlangok anyakőzetei, ami azt jelenti, hogy ezekben a kőzetekben alakultak ki a Budai hegység barlangjai. Ezekről a kőzetszeletekről mikroszkóppal felvételt készítettük, megértük a kőzetszeletek tömegét is a kísérlet előtt, illetve a kísérlet után, bizonyos idő eltelte után, és megállapítottuk azt, hogy igenis a barlangképződés egy aktív folyamat, tényleg volt tömegveszteség, tényleg látható korróziós nyomak jelentek meg ezeken a karbonátos kőzeteken, tehát azért és adtam azt a címet az előadásnak, hogy természetes kutatólaboratórium itt Budapesten, mert tényleg itt, ezen a területen a barlangképződés ma is tanulmányozható, hiszen ezek a barlangok ma is készülnek, tehát a folyamatai azok számukra elérhetőek és tanulmányozhatóak. Ami másik nagyon érdekes folyamány volt ennek a kísérletnek,
hogy ezeken a főzett szeleteken nagyon rövid idő alatt egy biofilm fejlődött ki, amelyet utána tovább kivizsgáltunk mikrobiológusok segítségével, és kiderült az, hogy itt olyan baktériumok élnek, olyan baktériumcsoportok élnek ezekben a forrásbarlangokban, tehát a víz szintje alatt, amelyeket más barlangokból már leírtak, és a szereplőket úgy azonosították, hogy aktívan részt vesznek életfolyamataik által a barlangképződésben. Mit is jelent ez? Valószínűleg, hogy olyan anyagokat termelnek, amelyek oldják a karbonátos közvetet. Például mondjuk kénhidrogénből, amikor kénsavat csinálnak ők ezzel, ugye maguknak az élethez energiát nyelnek, akkor ez a kénsav fogja korrodálni, oldani a karbonátos közvetet, tehát oldja szép lassan a barlangot. Itt ezeken a pásztázolatú mikroszkópos képekben talán kevésbé látszik a méretskála, de jól láthatók ezek a baktériumok, itt ilyen kicsit pici pálca és csavart alakú baktériumok láthatók, és itt például azt látszik ezen a képen nagyon szépen, hogy sokszor ilyen fonába rendezőkbe találjuk ezeket a kisgörb alakú baktériumokat. És például itt hasznosította a különböző anyagokat, amelyek a vízben talált, hogy a végeredménye egy ásványpróbálás, egy kas szulfid lett, és azt tárolja igazából a saját is környezetében. Ez lett volna nagyon röviden. Remélem, hogy sikerült mindenkit meggyőzzek arról, hogy hát legalábbis az érdeklődést akkor kellett egy érdemes itt a festési föld alá nézni, és kicsit jobban megismerni, hogy miért vagyunk mi a termálvizek, illetve a barlangok fővárosa. Két kérdésünk, hogyha esetleg valaki akar, ha meg pedig nem most, akkor nyilván a lehetőségre. Igazából csak ezzel a kérdésem, hogy mondom, hogy ezt manapság is folyton barnak képződött, hogy mennyire gyors ez a folyamat. És tovább kérdezek, akkor például, amikor házakat építenek, akkor ezt vizsgálják, hogy stabil az a kőzet, úgymond, amire építkeznek? Az első kérdésre először választanék, mi mikroszkópi szinten, tehát nem szemben látható, de mikroszkóban jól látható oldulásnyomokat tapasztaltunk 4 hét alatt. Tehát, hogy ez a korrózió, ez meglehetősen aktív folyamat, nyilván ez az is kell, hogy ugye az oldott, a feloldott anyag az ugye kilépjen elszámítjon a rendszerről, akkor képződnek effektíve türegek, tehát megfogható ez a dolog, erre járuló kísérleteink mindig folyamatban vannak, mert ez csak egy ilyen abszolút előkísérlet volt, mert ezt csak sejtették, és senki nem bizonyította be, hogy ez az aktív barlangképződés, ez manapság is megy. A másik kérdésre válaszolok, azok a kőzetek, amelyek ezeket a barlangokat befoglalják, amelyekben ezek a barlangok kialakulnak, azért nagyon stabil állékony kőzetek. Most a dolomitra gondolok, vagy a rózsadomb esetében inkább a márgára, ami ugye az egész rózsadomb javarészét felületre akkor épül fel. Tehát itt szerintem ilyen süllyedés vagy ilyen dolgok, ha nincsen probléma, a beszakadás is csak akkor jellemző, hogyha abszolút rátették, eltalálták, és akkor valami után fogva ott történik valami probléma a ház stabilitásában, és akkor lesz probléma. De én azt gondolom, hogy nem ismerjük a híradóból az utóbbi év alatt ilyen szenzációs híreket, hogy úgy is nem eltűnt egy ház a rózsadombon, mert beszakadt a barlangba. Úgyhogy ez annak köszönhető, hogy ezek a kőzetek meglehetősen állékonyak és stabilak. Mi az a fényképen, mert ez a piros volt, aki nem kevésbé látszik, mert felmondása talán nem annyira jó. Ez a Molnár János barlangnak az a terme, amely részben vízzel telített, és most már a barlangászok jótékű tevékenysége által olyan embereknek is, akik nem próbálok megközelíthető, és ez egy külön csónak, amelyben egy barlangász közöttét. Ez a terem egyébként abszolút zárt volt, tehát ezt csak a próbálók ismerték, és van egy alagút, ami a rózsadom belsejében vezet, még annól azt találták ki, hogy a rózsadom tetején
a megépült szállodában, majd a vendégek egy liftaknál keresztül, és ezen a laktakon keresztül közvetlenül eljutottak a Lukács fürdőbe. De ez a projekt megjósult, tehát csak a vízszintes alagút épült meg, és onnan keresték meg a barlangkutatók geofizikusok segítségével azt a legkisebb távolságot az alagút, illetve a barlangterek között, amit érdemes volt már fúróval és minden egyébben kimondani, és akkor ez a terem most már a felszínről is megközelíthető száraz lábban. Ami érdekesség volt, hogy ez a terem tényleg annyira zárt volt, hogy itt a levegő nem volt belélegezhető, mert a széndioxid tartalma az 6% körüli volt, tehát a búvárok sem vehették le a maszkot, amikor ide följöttek, mert annyira zárt vagy ez a terem, hogy a víznek a széndioxid tartalma, ahogy ide eltávozott, az meg is maradt ebben a térben. Most már ezt egy nyitott tár, kiszervezték, tehát ugye ez már most már nem lesz. Ez a baj, tehát hogy ettől nem változnak a gépben a dolgok? De biztos valamilyen szinten. De ez hogy mondjam, tehát az egész barlang életét tekintve, ez egy annyira is lokális hatás, ez a kis barlangterem, hogy valószínűleg, hogy nem okoz nagy problémát, ez egy óriási víztömeget, több 10.000 több méternyi víztömeget hálóznak el magulába ezen a barlang életet forráson keresztül. És a savaseső az nem inkább gyorsítaná alapvetően a barlangkötődést? Hát ugye a savaseső... A savasesővel kapcsolatban az a helyzet, hogy ahogy ugye leesik a mondjuk egy ilyen mészkőhegységnek a felszínére, az rögtön ugye reakcióba lép vele, és effektíve semlegesítődik. Tehát, hogy ettől nem maximum a tetején alakul ki egy olyan kérdés, ami egy kicsit jobban forradálódó, de ez ilyen barlangrendszerek közvetlenül savasesőből nem nagyon. A természetes vizeknek a hidrogénbarbonát iont tartalma az, ami mindenféle ilyen savas dolgot egyből semlegesít, és természetesen óriási pozícióval gyorsítás.